köszöntöm az esti mérleg valamennyi nézőjét. Február 1-ével mondhatjuk azt, hogy lejárt a türelmi határidő, és az edény matricával nem rendelkező hulladékgyűjtő edényeket most akkor nem szállítja el a depónia, vagy mi történik? Erről is beszélgettünk stúdiónk vendégeivel. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi is köszönjük. Ezek az edényazonosító matricák ugye kipostázásra kerültek 2018-as év végén a hulladéknaptárakkal, egy tájékoztatóval, illetve zöld hulladékos matricákkal együtt. Ez a közszolgáltatási területünkön lévő további településeken, Székesfehérváron kívül már 3 éve működik ez a matricás rendszer, viszont Székesfehérváron most került bevezetésre a lakosok körében. A gazdálkodó szervezeteknél már korábban is volt ilyen edényazonosító matrica. Ezt kértük ugye felragasztani, és február 1-ével, tehát az a határidő az arra vonatkozott, hogy aki nem rendelkezik ilyen matricával, tehát az edénye nem rendelkezik ilyen matricával, egy értesítő vagy figyelmeztető matricát helyezünk el, hogy vegyék fel cégünkkel a kapcsolatot. Egyébként mi a tapasztalat évről évre? Mindig vannak ugye azért változások, hogy mennyire igazodnak ehhez a székesfehérváriak, mennyire vagyunk tudatosak ebben a témában? Változó. Hasonló témákra általában ez a válaszunk, hogy attól függ. Ebben az esetben is azt kell, hogy mondjam, hogy attól függ. Sokan mindjárt az elejétől kezdve, amikor bevezetünk valami újat, akkor igazodnak hozzá, és még pozitív visszajelzéseink is vannak. Aztán néhányan, akik esetleg nem annyira tudatosak, vagy nem annyira követik nyomon a postaládájuk történéseit, ott esetleg azért zavarok támadhatnak. A szelektív hulladékgyűjtés az ugyanilyen problémás még mindig, vagy tudunk már tudatosan különválogatva a hulladékoktól megszabadulni? Erre is a legjobb válasz az, hogy változó. Tehát vannak olyan területek, például családi házas övezetben, ahol a lakosoknak ugye egy-egy edényük van, és abba gyűjtetik ugye az elkülönített hulladékot. Az a típusú hulladék összetétel, az valamivel jobb, mint mondjuk a tömbházas övezeteknél, ahol ugye mindenki beletelti a szelektív gyűjtőbe a szelektív hulladékot. Ehhez azért még én is hozzátennék annyit. Január közepén volt szerencsénk polgármester volt egy jó ízű hulladék, szelektív hulladék válogatásra vendégül látni, és hát együttesen tapasztaltuk azt, hogy a szelektív hulladékok gyűjtésében még mennyi fejlődni valónk van. Tehát a romlott hústól kezdve ténylegesen a döglött állat maradványokig mindennel találkoztunk. Természetesen ez is igaz, ebben is igaz, hogy nem mindenhol, nem mindig ebben nagy különbségek mutatkoznak, viszont összességében azt mondhatjuk egy teljesen friss adat 2018-ról, hogy 25%-a a szelektív hulladéknak még mindig a hulladéklerakóban köt ki. Tehát 25% az a mennyiség, amit nem tudunk semmilyen módon sem hasznosítani. Mit lehet ez ellen tenni? Szemléletformáló kampányokra van szükség, vagy minél kisebb korban el kell kezdeni egy kicsit akár a gyerekek irányába nyitni, és megmutatni neki a hulladék útját, vagy hogyan tudnak ez ellen tenni? Hát mi mindenképpen hiszünk, és nagyon erősen hiszünk a szemléletformálásban, és egyre nagyobb figyelmet is fordítunk, egyre nagyobb költséget is különítünk el egyébként a szemléletformálásra minden évben. Hát szokásosan azt gondolom, és tudja ezt mindenki, hogy azért a gyerekeknél ott is elsősorban az óvodások és a kisiskolások köre az, ahol el lehet kezdeni, és hatékonyan lehet ilyen szemléletformálást végrehajtani. Későbbiekben egy kicsit elveszítjük a tizenéveseket. Igyekszünk rájuk is hatni, de azért az egy sokkal nehezebben megfogható korosztály a középiskolások köre. Aztán utána a fiatalok, majd azt követően a fiatal családosok, megint az a korosztály szerintünk, akik jól bevonhatók ebbe a szemléletformálási körbe, hisz ahol már gyerekek vannak, ott szerintem a felelősség is nagyobb, meg a felelősségi érzet is nagyobb. Ebből fakadóan azért a fiatal családokra szintén nagyon-nagyon számítunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt évek munkájának a gyümölcse azért látszik, de az is látszik, hogy még sok évig van ebben tennivalónk.
De azt mondhatjuk, hogy ezek a programok népszerűek, hiszen a Híradóban is többször Dórával is voltunk különböző eseményeken beszámolót készíteni, tehát azért ezek már népszerű bejáratott programok, nem? Igen, vannak visszatérő hagyományteremtő programok, különböző pályaorientációs napokra szoktunk járni, például az Ökomodell versenyre már évek óta részt veszünk, illetve a Fehér Vízzel együtt már évek óta meghirdetjük ugye a rajzpályázatot, amire egész sok pályamű szokott érkezni. Igen, az éppen most került, nem régiben a napokban kiírásra és a különböző honlapokon, akár a városi portálon, a székesfehérvár.hu-n is lehet ennek a részleteiről tájékozódni. Igen, van egy külön depóniás rész is, ahol a kabala figuránkat lehet, hogyha belerajzolja, akkor ez egy külön díjat ér. Gyűjti díjat ér. Épp az ideje, vagy nemrég fogadtuk el az idei évre vonatkozó tervünket, ami arról szól, hogy hol és mennyi külső és belső ilyen PR-os és szemléletformáló programunk lesz. Ez, ha jól emlékszem, 25 körüli éves darabszámot jelent, ami azért komoly feladat számunkra, és azt gondoljuk, hogy hatásos is az ügyfeleink részére. Főleg úgy, hogy mondjuk az elkövetkező két év igencsak meghatározó lesz a depónia életében, hiszen már az év végén is hallhattunk, itt is beszámoltunk, olvashattunk erről, hogy azért komoly milliárdos fejlesztések valósulnak majd. Így van, egy nagyon-nagyon komoly, és hát azt mondom, hogy most már több mint egy évtizede tervezett beruházás kezdődik meg az idei esztendőben. Ez egy EU-s projektből finanszírozott lehetőség vagy pályázat, amely alapvetően Fehér megye és néhány szomszédos megye, Fehér megye melletti részeit érinti. 15,6 milliárd forint a nettó összeg ennek a beruházásnak, ami nagyon nagy. Ennek körülbelül fele fog Székesfehérvárra érkezni, másik fele a Dunai Városi és Adonyi Központtal, másik közszolgáltatóhoz fog használatba kerülni. Ami Székesfehérváron megvalósul, az lényegében négy ilyen projekt részre vagy csoportra lehet osztani. Egyrészt a hulladékgyűjtő edények. Minden, és itt nem csak Székesfehérvárra gondolunk, hanem az egyébként 168 település, aki ebben érintett, tehát minden település összes háztartása egy második edényt fog kapni. Ennek keretében valószínűleg egyébként Székesfehérváron azokat a kék edényeket ki fogjuk cserélni egy mostani új edényre, ami ennek a pályázatnak a keretéből kerül hozzánk. Ezen kívül gépjárművek, hát talán azt gondolom, hogy ezeket várjuk legjobban. Ezekről is beszéltünk az elmúlt években legszívesebben, összesen 32 darab gépjármű fog érkezni. Jelenleg mennyi gépjármű van? Hát ennél több, olyan 50 körüli egyébként, de nagy része le fog cserélődni, annál is inkább, mivel ebből a 32-ből 25 kukás autó, ami egy óriási szám, jelenleg olyan 30 kukás járattal dolgozunk, tehát kicsivel több, mint 30 kukás autónk van. Tehát itt azt mondhatjuk, hogy az új vagy az újszerűeken kívül lényegében az összes régi gépjárművet le tudjuk cserélni. Ez hát ilyen nem volt az életünkben, és más cégek életében is csak nagyon-nagyon keveseknek adatott meg. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon várjuk, várhatóan egyébként ezek már áprilisban elindul ezeknek a szállítása, és június végéig meg is történik. Kukákat mondtam, autók, létesítmények. Két új válogató épül, ez kb. 5 milliárd forintot fog kitenni ez a két válogató csalán. Sokkal modernebb szelektív válogatónk lesz, ebből az egyik ugye szelektív válogató lesz, gépi, nagyrészt gépi válogatás, tehát sokkal kevésbé fognak kollégáink kézzel válogatni, mint eddig. Ezáltal sokkal precízebb lehet a válogatás, illetve sokkal nagyobb lesz a hulladék mennyiség, hisz a teljes projektből egyébként a szelektív hulladék Székesfehérvárra érkezik, tehát a szelektív válogató az csak Fehérváron fog megépülni. Úgyhogy a jelenlegi 6000 tonna szelektív hulladékhoz képest, mondjuk két év múlva, kb. 20000 tonna szelektív hulladékot fogunk itt Székesfehérváron feldolgozni, illetve innen hasznosításra szállítani. És
Ezen kívül a negyedik csoport azok a telepi gépek, amik a hulladékkezelést, a mobil eszközök hulladékkezelést segítik, dózer, rakodógépek, targoncák, amik szintén egyébként nagyon-nagyon fontosak ahhoz, hogy a működésünk az komplett és komplex legyen. És akkor, hogyha jól értelmeztem, akkor ez a négy projektelem, ez gyakorlatilag az elkövetkező két évben valósul meg? Így van, várhatóan 2020, mi azt tervezzük, sokak szerint talán kicsit optimistán, de bízunk benne, hogy 2020 végéig ezek a beruházások, beszerzések meg fognak valósulni. Ebből nyilván először is a gondolom én, hogy az autók látványát, illetve hát a kukacserét fogják érzékelni a székesfehérváriak. Így van, azt gondolom, hogy ez már egy elég nagy lépés, kevésbé füstölgő gépjárműveket fognak látni, kevesebb kiszóródott hulladékot fognak tapasztalni, és egyáltalán környezetbarátabban működő eszközparkot. A kukák azok meg még inkább egységesek lesznek, és ismét újak. Tehát azt gondolom, hogy egy 15 évre nagyjából ez a probléma akkor meg fog oldódni. De akkor azt hiszem, hogy eseményekben gazdag időszak előtt áll a depónia is. Így van, és akkor itt még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Beszéltünk már korábban szintén arról, hogy szeretnénk kiköltözni a teljes cég csalára. Ez több szempontból nekünk nagyon jó, illetve még hatékonyabb, gazdaságosabb működést fogja elősegíteni. Ennek is már az előkészületei megtörténtek. Reméljük, hogy ennek az építési beruházás részei is az idén el tudnak kezdődni, és 2020 végére, szintén egy kicsit optimistán, de mi ilyenek vagyunk, 2020 végére ez a költözés is megtörténhet. De egyébként tudod, marad bent itt valami így felszolgálat? Gondolom, hogy a lakosságot ezért érdekli ez a kérdés. Nyilván természetesen nem gondoljuk azt, hogy a lakosságnak dolga lenne csalára jönni utánunk. Bár jó lenne. Jó lenne, de sokkal inkább gondoljuk azt, hogy nekünk az ügyfélszolgálattal van helyünk bent a városban, hogy valami még ennél is frekventáltabb helyen lehet, hogy egy másik közszolgáltatóval együtt fogunk kialakítani egy új ügyfélszolgálati irodát. Arra is vannak már tök jó elképzeléseink és terveink, hogy hogyan lehetne megvalósítani, hogy az is egy ügyfélbarát legyen, hulladékot bemutató terület legyen, tehát ahol minket jól megismernek, és vonzóvá tehetjük a tevékenységünket, akármennyire is sokan azt gondolják, hogy ez egy piszkos, koszos, gusztustalan valami. Egyáltalán nem az. És hát a környezettudatosság meg a környezetvédelem szempontjából azért ez egy nagyon fontos tevékenység. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mi is köszönjük a lehetőséget. Nézőknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban.